Három remek győzelmet mutatott be: Pupréka, a paksi atomerőmű esett dzsúdósa a tokiói olimpián az 52 kg-os kategória versenyében. Remekül indult számára az olimpia. Korábbi világbajnokot, sőt, a legutóbbi olimpiai bajnokot, a koszovói Majlinda Kelmendit tudta legyőzni és elbúcsúztatni mindjárt az első fordulóban, óriási kiegyenlített csatában a paksi kiválóság, mégpedig egy úgynevezett aranyponttal. Erőnfelüli bravúr győzelem volt ez a javából. Aztán egy ázsiai bajnokot és pán-amerikai játékok ezüstérmesét múlta felül. Miután egy korábbi VB bronzérmes a svájci ellen vesztett, a negyed döntőben az ASE versenyzője így vigaszágra került. Onnét egy újabb remek győzelemmel egy ázsiai kiválóság bizonyos Park de Solt vazari dobással történő legyőzésével eljutott az olimpiai bronzvetség Pupréka Tokióban, amelyen a legutóbbi riói olimpia döntősével az olasz ezüstérmes Odette Giuffridával találkozott. A rendkívül kiélezett csata csak a hosszabbításban egy úgynevezett aranyponttal dőlt el, sajnos az itáliai versenyző javára. Az összevetés alapján a paksi cselgáncsozó az 5. helyen végzett, illetve első olimpiáján több bravúr győzelmet is bemutatva, csak nagyon kicsivel lemaradva az olimpiai dobogótól. Ezzel a teljesítményével fényesen igazolta Pupréka, hogy nem véletlen műve az olimpiát megelőző két világkupán, majd az Európa-bajnokságon szerzett 3 bronzérem. Felküzdötte magát az elmúlt fél évben súlycsoportjában a legszűkebb világelitbe a paksi dzsúdoka, aki Hangyási László mesteredző tanítványa, akivel egyébként az olimpiát megelőző 2 évben már Braun Ákos edző foglalkozott, aki Tokióban is ott volt a tatami szélén és mögött, és adta a tanácsokat versenyzőjének.